Na, üdvözlök mindenkit ismét, és akkor jön az első nagyobb projektem, az a sokszínű Dunaújváros, mivel ugye itt élek, és úgy gondoltam, hogy ha már ugye, aki járt már itt, az látta, hogy tényleg ez a város, ez egy enyhén szólva is szocialista, realista stílusú, és így aki csak átvonul rajta, az nem látja a esetleges szépségeit, ami egyébként van neki, és tényleg szép a maga nevében. Szóval tényleg szép. Na, és hogy ez hány részt fog megélni, azt előre nem tudom, vannak tervek. Most így az első részben az alsó Dunaparton fogunk végigmenni, hogy milyen szép zöld övezet van egyébként ott, aki már járt arra, az látta, én meg is fogom mutatni. Na, és ha már alsó Dunapart, akkor egy kis információ róla, én itt összeírtam magamnak, itt van előtt, olvasni fogom. Annyit hozzátennék, hogy egyébként ez a rész nekem megvolt videóban, csak valamiért a kamerám hangot nem vett fel hozzá, én meg a külső mikrofonomat most nem vittem, ami külön venné a hangot, úgyhogy ezért ezzel a játékos polccal fogom így most felkonferálni ezt a részt. Egy kis információ róla, erről a Dunaparti részről, hogy ez ilyen dióhéjban, nem megyünk bele a részletekbe. Szóval a város területén 1964 május persze, a város területén 1964. február 29-én nagymértékű partszakadás történt, nem előzmények nélkül. A partmozgással járó földtömeg csúszás rendkívüli károkat okozott, tönkretette a Dunai Vasmű vízellátását, ipari és lakóépületeket rombolt le, előre vetítette veszélyforrások kialakulásának lehetőségét a városi partszakasz további területeire is. Ezért a magyar állam az eseményt követő években a helyreállítási munkálatokon túl a városi partszakaszon a mai áron több milliárdos költséggel speciális védelmi rendszert épített ki, amely hidrológiai és geotechnikai célokat szolgál. A védőmű 163,3 hektáros területen magába foglalja a víztelenítő aknákat és kutakat, vízelvezető horhosokat és alagutakat, valamint a 193 talajvízszint észlelő kódból álló rendszer. A mérnöki létesítmény fenntartására és felügyeletére létrehozott szervezet, ma a DVG ZRT, az idők során a biológiai védelem rendszerét is kiépítette. Ezzel olyan zöld területi kultúrát fejlesztett ki, amely arborétum jellegű növénytelepítéssel különleges hangulatú, ligetes természeti környezetté alakította a térlépcsők felszínét. Az 1974-ben indult és ciklikusan megrendezett acélszobráz alkotótelepek és szimpozionok alkotásainak egy részét is itt helyezték el, amely sajátos és eredeti szint kölcsönöz a parti ligetnek. Egyedülálló környezet jött létre az idők során, amely német és francia egyetemek érdeklődését is felkeltette. Hát dióhéjban ennyi ez a Dunapart, meg a felső Dunapart is, meg az alsó Dunapart is, ugye ez a lényege. És ez azért is tényleg így, szerintem Közép-Európa szinten ez a part szakasz azért egy egyedülálló. Én máshol ilyet nem láttam, máshol, hogy lenne ilyen, akár a hazánkban. Most aki ezt nézzük, ilyet én még nem láttam. Úgyhogy nézzük meg akkor videón keresztül is.
ennyi volt akkor ez a videó. Én lesz még ilyen sokszínű Dunaújváros rész, mert ez több rész lesz, több részét fogom bemutatni a következő körülbelül másfél hét múlva fog jönni, és akkor sziasztok, ha tetszett, akkor lehet lájkolni, ha nem, akkor diszlájkolni. Sziasztok!